A húsvéti misét követően ételszentelésre érkeznek a bukovinai székelyek a kismányoki székely portára. Ezúttal közel 20 település székelysége gyűlt össze, hogy őseik hagyománya szerint megszenteltessék az ünnepre valót. Én bízom benne, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy összejöjjünk, hogy együtt tudjunk tenni, együtt tudjunk ünnepelni, hiszen ez a lényeg, mindig is mondom, hogy együtt legyünk, és nem csak egyes helyzetekben, hanem ez, amikor tényleg családiasan és örömmel együtt vagyunk. Az ételszentelés hagyományát a bukovinai székelyek és leszármazottaik évtizedek óta megünneplik. A keresztény családokban a szentelt ételnek különös jelentőséget tulajdonítottak, megvédte az embereket a bőt utáni mértéktelen ételfogyasztástól. A húsvéti kosarakban kenyeret, kolbászt és tojást tettek a résztvevők. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a hús eledeleket, tojásokat, kalácsokat, összes húsvéti ételünket és italunkat, melyeket mi a te gyermekeid hívő lélekkel akarunk magunkhoz venni, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére. A bukovinai székelyek számára fontos a hagyományok és a szokások tisztelete. Ez jelenti számukra a kultúrájuk továbbélését, melyeket őseiktől hoztak Bukovinából. Fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok is megismerjék az elődeik szokásait. Az egyik legfontosabb egyházi és székely hagyomány között tartják számon a kenyérszentelést. Hát a bukovinai székelyeknél ételszentelés, illetve kokonyaszentelésnek nevezzük, ugye amit húsvétkor szoktak megejteni. Tulajdonképpen a mise után, vagy a húsvét napja misét követően, vagy pedig már a feltámadási körmenet után kerül megrendezésre. Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben ilyen szép számmal jelentek meg a bukovinai székelyek. Ugye külön köszönet az államtitkár, Potápi Árpád államtitkár úrnak, aki végül is felhívott a portaszentelés után, hogy arra gondolt, hogy jó lenne talán nálunk is, mint ahogy Erdélyben is van, ugye, hogy nagy létszámba vesznek részt. Ugye ennek két oka is örömteli, hiszen egyszer az, hogy tulajdonképpen a kultúránkat közösen tudjuk megélni. Másik az, hogy talán így a fiatalokra is hatással van, hiszen mindig az együttlét és a jó érzés az mindig átmegy, különösen az érzelmi érzés. Úgyhogy én azt hiszem, a mai nap ez mindenképpen visszaadta mindannyiunk részére ezt az örömet, és bízom benne, hogy ezt követően minden évben hasonlóan meg tudjuk rendezni, és együtt tudunk örülni, hiszen ez a leglényegesebb. A feltámadás erről szól, és tudom azt, hogy ez az örökség, ez tovább kell menjen, és tovább is fog menni. Az eseményen résztvevő Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében kiemelte, hogy a tavaly átadott székelyporta igazi otthona a Tolnamegyei Székelységnek, így a portánál jobb helyszínt nem is találhattak volna az ételszentelés megtartására. Az ünnepeinket megüljük, akkor nyilván emlékezzünk szüleinkre, nagyszüleinkre és az őseinkre, és azokra a szokásokra is, amiket ők adtak a számunkra, és hogyha ezeket a szokásokat újra sikerül életképessé tenni, akkor azt gondolom, hogy a népcsoport is tovább él. Az államtitkár arról is szólt, hogy a keresztény emberek számára fontos a hagyományok ismerete és életben tartása. 30 éves lesz a bukovinai székelység, csíksomlyójaként is szolgáló kismányoki templom, római katolikus templom, és 30 esztendeje, hogy májusban megalakítottuk közösen több székelykörrel a bukovinai székelyek, a későbbi bukovinai székelyek szövetségét. És mindannyian jól emlékezünk arra, hogy tavaly ősszel közösen avathattuk és szenteltük ezt a bukovinai székelyházat, és nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy egyre inkább tartalommal töltjük meg az ünnepeinket, tartalommal töltjük meg a mindennapjainkat. Minden keresztény nép életében a húsvéti ünnepkörnek nagyon nagy jelentősége van, még inkább így volt, vagy különösképpen így volt ez a bukovinai székelyek életében, hiszen őket a katolikus hit, illetve András falva esetében református egyház is tartotta meg elsősorban magyarságukban, a több mint 160 éves kivetettségük idején.
és tartotta meg a hitet abban is, hogy visszatérhetnek majd valamikor Magyarországra. Ez 1941-ben következett be. Azóta is én azt gondolom, hogy a székelyek életében a hitnek óriási szerepe van, és a népszokások egyébként régen is és ma is kicsit az egyházi ünnepek köré is rendeződtek. Így van ez a húsvéti népszokások esetében is. Húsvét hajnalban, a hajnali mise után volt annak idején az ételszentelés, és a megszentelt ételekből fogyasztott először a család húsvét reggel. Ez most egy kicsit átalakult, mert sok helyen az ételszentelés már a körmenet után történik meg, és mi is azért tudtuk ezt így megoldani, mert akik elhozták ide a húsvéti kosarakat, azok 20 településről jöttek, és ezért muszáj volt a körmenet után megcsináljuk ezt az ételszentelést. Nagyon remélem azt, hogy néhány éven belül több százan, akár több ezeren is részt fogunk ezen venni, csak úgy, mint Csíkszeredában, húsvét vasárnap reggelén, ahol körülbelül 5000-en viszik ki a kosaraikat, és segédpüspök úr Tamás József szenteli meg a húsvéti ételeket. A húsvéti ünnepkör számos népszokást hordoz, elég csak a barkaszentelésre, a tojásfestésre vagy a sonkávésre gondolni. Ezek a szokások minden családban visszatérően jelen vannak, ami gazdagabbá teszi a bukovinaiak húsvétját, azaz együttlét és a hitük, mely őseik gyökerein alapul, és amit ma is megélnek.